Majdnem negyedszázados múltra tekint vissza a gyorsész, hamarkész, matematikai, logikai vetélkedő, az Ötvös József Általános Iskola által 24 éve útjára indított szellemi játékra idén 8 település 29 csapatának részvételével került sor. A gyerekeknek ez alkalommal is különböző, írásos és számítógépes feladatokat kellett időre megoldani. A feladatok megoldásához sem számológépet, sem mobiltelefont nem használhattak a csapatok. A vetélkedő fő célja, hogy a gondolkodás és a probléma megoldás mellett a gyerekeket csapatmunkára ösztönözze. A felső tagozatos diákoknak április 26-án szervezett területi vetélkedőn, 5. évfolyamban harmadik helyezést Martonvásár, második helyezést Ráckeresztúr, első helyezést pedig Vál csapata ért el. Ercsi ebben az évfolyamban az 5. helyet szerezte meg. A hatodikos csapatok versenyében az Ercsi diákok végeztek a harmadik helyen, a második díjat Tordas, az elsőt pedig Adon csapata vihette haza. A hetedikesek között harmadik helyen Martonvásár, második helyen Ráckeresztúr, első helyen pedig szintén az Adonyi csapat végzett. Az Ercsiek itt is az ötödik helyre tudtak beérni. A legidősebbek között a harmadik helyre a Ráckeresztúri négyes, a második helyre a Tordasi csapat ért be, őket pedig Martonvásár együttese előzte meg. Az Ercsi csapat ebben a korcsoportban szintén az ötödik helyen fejezte be a versenyt. A díjak átadása után Ortlászló igazgató köszönte meg a résztvevőknek a fegyelmezett versenyzést.